Ugyanis a doboz az fizikailag egy korlátot ad a kutyának, hiszen van pereme, műanyag, hangja van, sokkal könnyebben megérti azt, hogy ebben maradok itt. Ha te csak úgy random a fűben kezded el a helybenhagyást tanítani a kutyának, tehát a helybenmaradást, akkor az nehezebben fogja megérteni, hogy miért pont ennél a fűcsomónál kell lennem. Viszont, hogyha van egy tárgyismerete, ez szőnyeg vagy doboz, tehát valamilyen tárgyismerete, hamarabb megérti, hogy nekem azon kell maradnom, azon a tárgyon kell maradnom. Úgyhogy mi ezt a dobozban kezdtük el először tanulni. Beültettem a dobozba, csináltam vele pár érint feladatot, tehát hogy fölvegyem a kutya fókuszát, hiszen a helyben maradást az sosem az óra elején tanítjuk a kutyának, hanem a legvégén, amikor már fáradt. És akkor pedig beraktam dobozba, és mondta neki, hogy marad, és elkezdtem egy picit ellépegetni. De erről is készítettem egy oktató videót, hogy hogyan kell a helyben maradást tanítani. Miután megtanultuk, és most már nagyon szépen fixen, ha azt mondja, hogy marad, akkor ő ott marad, ahol éppen van, vagy fekve, vagy állva, vagy ülve, tehát már mind a három módot ismeri, de erről majd mindjárt beszélünk. Miután ezt megtanultuk, utána kezdődött számára a legújabb lecke. Az pedig a behívás volt, ami valójában szintén folyamatosan tanulta a behívást. Ugye a behívásnál én két különböző módot különböztetek meg, van a gyere, illetve a hozzám, hiszen ő később majd vizsgára fog jelentkezni, ahol is a hivatalos vezényszó a hozzám, ami azt jelenti, hogy én állok, és a kutya pedig beül velem szembe és néz föl rám. Na most ezt egy kis kölyök kutyától ne várjuk el, illetve ne azonnal ezt kezdjük el tanítani a kutyának, hiszen ebben semmi izgalmas dolog nincsen. Én ezért kettőt használok, a gyere, illetve külön a hozzám. Én először a gyerét tanítottam a kutyának, ami azt jelentette, hogy gyere ide hozzám, és amikor odajött hozzám a gyerére, akkor mindig megszeretgettem, vagy kapott jutit, vagy valami jó dolog történt vele, és abból csináltam meg utána a hozzámot. Most már tud különbséget tenni, tehát a gyerére csak simán odafutkos a környékemre, hogy mondjuk órást tegyek rá, vagy valamit szeretnék tőle, a hozzámra pedig tudja, hogy be kell ülnie. Ezt folyamatosan tanultuk, minden órán, illetve sétán, ha elengedtem, akkor is sokszor behívtam, de erről is készítettem külön oktatóanyagot, hogy hogyan tanítottam neki a behívást, és miért teszek különbséget a gyere, illetve a hozzám között. Miután ezt is sikeresen megtanultuk, akkor és a helyben maradásunk is eléggé stabilra sikeredett, tehát ülve, illetve fekve, utána lehet elkezdeni a kutyát kihívni a helyben maradásból, de ez még neki odébb van, majd a 8 hónapos kora körül kezdjük el ezt úgy komolyabban venni, egyelőre csak tényleg egy 4-5-ször gyakoroltuk el a fekvésből behívást, tehát hogy egyetem megnézzem, hogy hogy áll a kutya, de erre még abszolút nem akarok ráerősíteni, mert ehhez ő még kicsi, tehát hogy erre még neki nincsen szüksége. Ezen kívül pedig a behívást ugye azt folyamatosan tanultuk, ezen kívül pedig ugye neki problémája volt az autókázással, ugyanis amikor elhoztam, akkor első adandó alkalommal kidobta a tacsot a kocsiba, plusz végignyűszítette és üvöltötte az utat. Szóval nagyon rosszul viselte az autót, mint olyat, félt tőle, hányt benne, minden baja volt az autózással, úgyhogy a kocsi tréning erőteljes házi feladat volt a számára és számomra is. Ugye a jutalomfalatos módszerrel sikeresen leküzdöttük, és most már gond nélkül, bármikor, póráz nélkül is beugrik a kocsiba, már nem is kell mondanom, hogy hopi, már tudja, ha nyílik a kocsi ajtó, akkor beül. Most már egyáltalán nem hány, nem nyűszít, hanem kényelmesen, nyugodtan tud utazni. Ezt meg kellett tanulnia, hiszen nagyon sokat jövünk, megyünk, és ezáltal sokat autókázunk, tehát neki szüksége van ahhoz, hogy mindenféleképp nyugodtan utazzon. Nekem is jó, ha nyugodtan utazik, illetve hát neki is jó, hogyha nyugodtan utazik. Úgyhogy ezért fontos például, hogy az autót megtanítsuk egy kutyának. Miután ezek már nagyon jól mentek, elkezdtük a póráz nélküli sétát is gyakorolni. Ugye azt tudni kell, hogy ahogy egyre idősebb lett, tehát olyan 5 hónapos kora körül kezdtem el elvárni tőle azt, hogy póráz nélkül is szépen tudjon közlekedni mellettem. Még mindig nem tökéletes elvárásom az, hogy pont velem egy vonalban, egy picit mehet előttem vagy mellettem, de ott kell lennie, tehát egy kar távolságon belül kell lennie a kutyának. Ezt most már póráz nélkül is tudjuk csinálni. Fontos, hogy tettem neki különbséget, tehát amikor rajta volt a kiképző póráz a nyakám,
akkor mindig elvártam azt, hogy laza pórázon közlekedjen. Így valóságban, amikor fogtam és ezt a pórázt csak rátekertem a nyakára, és úgy kezdtünk el sétálni, ő mentálisan teljes mértékben azt érzékelte, hogy rajta van a póráz, valójában meg nincs. És így valójában a póráz nélküli séta egy átmenet volt, és elég gyorsan meg tudta tanulni, hiszen nagy dolgot nem kellett tennie. Ami nagyon fontos viszont, hogy bevezettem nála egy olyat, hogy lassan. Ez egy tiltószó, illetve egy negatív csatolás, tehát amikor ráhúzott a pórázra, akkor ugye belerántottam, és mindig mondtam neki, hogy lassan. Ezáltal megtanulta azt, hogyha azt mondja, hogy lassan, akkor be kell lassítania, különben jön a pórázrántás. Ez azért volt fontos, hogyha póráz nélkül akarok vele sétálni, és korrigálnom kell a sétálását, mert túl gyorsan megy, akkor ahelyett, hogy ráncigálom, egyszerűbb, ha van egy olyan szó, hogy lassan, ami tudja, hogy azt jelenti, hogy igazoljak vissza a gazdához. Úgyhogy neki itt meg kellett tanítanom a lassat, mint olyat. Úgyhogy most már nincsen problémánk a póráz nélküli sétával, nagyon szépen tud közlekedni. Lehet, hogy nem tökéletesen láb mellett még, de hát végtére is egy fél éves kutyánál nem feltétlen elvárás, hogy tökéletesen sétáljon. Majd 8-9 hónapos korában már el fogom tőle várni, addig még nyugodtan csellenghet a környékemen. Úgyhogy a póráz nélküli sétálást is elsajátítottuk, úgyhogy már ott is biztonságosan tud haladni mellettem. Vannak ilyen egyéb vezényszavak, amiket még használok, ilyen a tovább. Tehát például, amikor sétálunk, és valamit meglát, és megáll, és elkezdi nézegetni, akkor én ugye nem gyerét mondok neki, hiszen nem felém irányú mozgást kell végeznie, hanem mellettem irányú mozgást kell végeznie. Tehát én ott például a továbbot használom, a tovább azt jelenti, hogy ne állj meg, menjünk tovább. Ezen kívül, amit mi megtanultunk, és ezek egy friss tananyagok, az ül, fekszik, illetve az áll. Most már elég idős lett ahhoz, hogy ezt elsajátítsa. Ülni valójában saját magától elég gyorsan megtanult, csak hozzá kellett csatolnom a vezényszót, hogy ül, és azt már tudta is, hogy mi van. A fekszik az kicsit nehezebb volt, az tovább tartott neki elsajátítania, de erre ugye különböző módszerekkel lehetséges megtanítani a feksziket is, az ült is, illetve az állt is. Az állt én azért tanítottam neki, mert egy az, hogy amikor fésülöm itthon, és ő mondjuk leül, akkor nagyon jó, ha fel tudom állítani az, hogy áll, és akkor szépen feláll, és meg tudom fésülni a fenekét. Ezen kívül, amikor például zebrához érkezünk, én nem várom el a kutyától, hogy egy közlekedési útszakasznál, ahol útpatka van, ott ha megállok, akkor ugye mellém üljön, hiszen az is jó, hogyha megáll mellettem. Ezért tanultam meg külön az, hogy állj. És az áll az azt jelenti, hogy megállok négy lábon. Ez azt jelenti, hogy nem megyek se előre, se hátra, se merre, hanem csak állok. Ez kiállításokon is nagyon fontos, tehát hogy a kiállításon elengedhetetlen, hogy a kutya tudjon fixen állni és tökéletesen, és ezt vezényszóra tudja véghez vinni egészen addig, amíg más nem mondta a gazda. Tehát az állításnak több funkciója van. Illetve én a palló végén, amit még szoktunk gyakorolni ilyen kis extra feladatokban, a palló végén is használom azt, hogy áll, hogy szokja meg, hogy megáll a gazdi lába mellett. Illetve amikor elérkezünk olyan szakaszra, ahol el tudom engedni póráz nélkül, hogy kiszaladgálja magát, ott is azt szoktam mondani, hogy áll. Ilyenkor szépen megáll mindenki, kényelmesen leveszem a pórázt, és a mehetre mehet az őrjöngés és a futkorászás. A láb mellé ültetés ugye az szintén egy nagyon fontos dolog, hiszen amikor majd elérkezik az a pont, hogy elkezdjük a vizsga felkészítését, ott az alapállás az, hogy a kutya ül láb mellett velem egy vonalban, úgyhogy ezt most már elkezdtem neki tanítani, úgyhogy az ül az most már tökéletesen jól megy, azonnal leül első vezényszóra. Szemben is tanítottam neki az ültetést, illetve láb mellett is tanítottam neki az ültetést, hiszen mindkettőre később szükség lesz. A fektetést is tanítottam neki szemből, illetve láb mellett is, hiszen erre is később szükségünk lesz, illetve hát nem gond az, hogyha tud a kutya vezényszóra feküdni, hiszen mindenki szeretné, hogy a kutya vezényszóra feküdjön. Úgyhogy elsősorban ezeket tanulta meg az alfa 3 hónap alatt. Azt hiszem eléggé sok mindent, és eléggé részletesen el tudtam neked mondani, hogy mit miért tanítottam. Most jelenleg fél éves. A második részben pedig arról fogunk beszélni, hogy azon kívül, hogy mit tanult, mi történt még vele, illetve mit hogyan csináltam nála. Addig is sziasztok!